A politika azt követeli az Együtt PM nevében, hogy szüntessék meg a könyvtár ellátó non-profit Kft-t, a Kellót, mert ő alkalmatlan a feladata elvégzésére. A Nemzeti Pedagógus Kar frissen kinevezett elnöke meg azt mondja, hogy vannak gondok bőségesen a közoktatásban, és ő maga kezdi el sorolni meglepő módon ezeket. Mendrei László, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A PDS elnöke. A Nemzeti Pedagógus Karról beszéljünk pár mondatot. Ugye ott, amikor megtörtént a pályázatatás, a kiválasztás, a jelölés, a győztes kihirdetés a Horváth Péter személyében, akkor mondta, hogy Horváth Péter egy kitűnő szakember, csak nem érte, hogy hogy kerül oda erre a pozícióra, miért jelentkezett erre, de hát úgy tűnik, hogy nem kíván beállni a sorba, tehát mintha kritikát fogalmazna meg a kormánnyal és ezzel az egész új oktatási rendszerrel szemben. Most is tartom azt, amit nagyjából egy hónap ezelőtt mondtam, Horváth Péter nagyszerű pedagógus. Én is azt gondolom, hogy egy jellemes ember, tehát amit kijelentett egy hónappal ezelőtt, ezeket az elveket továbbra is fenntartja. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos van oka annak, hogy kritikákat fogalmaz meg. Többek között a tankönyvekkel kapcsolatban, és egy nagyon sok minden másban fogalmazott meg olyan álláspontot, amelyet nem feltétlenül illik abba a sorba, amit a kormány elvárna. Hát egy csomó olyan dolgot mondott, amit öntől is hallottam már, hogy a munka minőségét, a tanított órák mennyiségét, a képzettséget, az iskolai végzettségek halmazatát, a különböző nyelvvizsgákat, ezeket mind nem honorálja ez a rendszer, ezzel valamit azonnal tenni kell, ezt ön is elmondta. Ez így van, ebben az embontban az álláspontunk azonos. A különbség a kettőnk között abban van, hogy a PDS az egy alulról szerveződő, nem mint demokratikusnak gondoljuk, demokratikus szervezet, addig a Nemzeti Pedagógus egy felülről létrejött kényszertagsággal bíró szervezet, aminek a létrejöttét maga Horváth Péter is, hogyha jól emlékszem, kritizálta annak idején, és tett javaslata arra, hogy ez kerüljön valahogyan felülvizsgálatra. Lehet szövetségese az alulról szerveződő mozgalmaknak, szakszervezeteknek valaki úgy, hogy gyakorlatilag oda helyezik, ahogy ön mondta? Politikában is érvényes, oktatáspolitikában is érvényes az, hogy soha nem mond az, hogy soha. Lássuk meg, hogy mi lesz ebből. Ugye azt is elmondta, hogy a Klebersben intézményfenntartó központ, hát egy óriási szervezet a központosítás összes problémájával, hogy azzal is valamit tenni kéne. Önök ugye ezt folyamatosan mondják, hogy ez így nem megy tovább. Lát az oktatás irányításban olyan irányokat, amelyek azt mutatják, hogy megfogadják a mondataikat? Hát ezt azért igen alapos, igen mélyen kellene belásni magunkat, hogy valami jelet lássunk, mert azt azért megtapasztaltuk, hogy mi csak véletlenül sem ismerik el azt, hogy ténylegesen hibáztak, hanem jó adag fázis késéssel történnek változások. Hát egyelőre, amit mi láttunk, az két dolog, egyik az, hogy Maretnő dr. Pintér Ilonkát felállították a helyéről. Mi továbbra is azt mondjuk, hogy ő ebből a szempontból, ha nem is egy áldozat, de egy olyan résztvevő ennek a szereplőnek, akinek nem teljesen tisztázott a felelősség, és nem volt teljesen tisztázott szerintünk a jogköre sem. Ugyanakkor azt is hallottuk, hogy lesznek átalakítások, de hogy ezek az átalakítások milyenek, arról pillanatnyira fogalmunk sincsen. Elég, ha csak az igazgatóválasztással kapcsolatos helyzetre, választásokkal kapcsolatos, kinevezésekkel kapcsolatos helyzetre utalok. Ja, július 31-ig kellett volna kihirdetni, hát én nem voltam itt az elmúlt néhány napban, de nem tudok arról, hogy megtörténtek volna, tehát az igazgatók megkapták volna a kinevezésüket, illetve hát a Szilágyi gimnáziumnak a sorsáról tudok, amelyik, hát ez azt, hogy mondjam. Igen, nagyon rossz értelembe vett példaértékű cselekedet, és egy nagyon negatív helyzet, ami ott kialakult. Na, a testület támogatása ellenére sem az marad az igazgató, aki korábban volt, és aki az egésznek a gyakorlatilag presztízsét felépítette. Ezt nem csak most mondtuk ebbe az elmúlt kormányzati ciklusban, nagyon régóta mondjuk azt, hogy a testület és a szülők akarat ellenére nem lehet iskolát működtetni, nem lehet hatalmi szóval, amikor az hatalom annak idején az önkormányzat volt, most, hogy az állam a hatalom, így sem lehet, tehát nem fog működni, illetve végre fogják hajtani ezek az igazgatók elnézést, a kifejezés, a gazdájuknak a kívánságait, akkor tehát most aztán meg pláne, hiszen nagyon rövid pórázon vannak fogva, és hát egyfajta betörése történik majd az iskolának, a tantestületnek, diákoknak, szülőknek. A pedagógusok besorolásával rengeteg probléma volt, illetve annak elmaradásával. Most azt mondják, hogy jövő évtől 22.000 pedagógus kettes státuszban dolgoznak, és aztán ez 2016-tól újabb 30.000 pedagógust érintett. Magyarán elindul a folyamat minden bajával együtt, mintha valami megmozdulna. Megoldja ez a pedagógusok bérproblémáit? Az életpálya modell ugye életbe lépett 2013. szeptember 1-ével. Ennek lesz a folyamánya az, hogy az a 22.000 ember, aki feltöltötte a portfólióját, ezt a 22.000 embert január 1-ével átsorolják a pedagógus 2-be, érdemi vizsgálat nélkül, tehát igazából azt ellenőrzik, hogy beadta-e vagy sem, azt, hogy tételesen megfelele
az elvárásoknak ez csak szóró próbaszerűen a 22 ezer emberből, az ő minősítésük pedig majd később fog megtörténni valamikor 2018-ig. Valami elindult, így van, az, hogy következő évtől kezdve, tehát 2015-ben újabb 30 ezer ember tölteti fel. Ez azt jelenti, hogy előre léphet a pedagógus életpályában, mi azonban azt gondoljuk, hogy ez az életpálya nem feltétlenül ebbe az irányba kellene, hogy menjen, legyen egy ilyen, tehát lássa a pedagógus, hogy honnan, hova juthat el, de ezek igazából olyan, azt gondolom, ilyen látszatelemek, amelyek igazából nem oldják meg a problémát, a bérjellegű problémát meg aztán pláne nem, hiszen az, hogy most itt átlépnek pedagógus egyből pedagógus kettőbe, ez nagyjából bruttó 20-26 ezer forintot jelent, semmiféleképpen sem negatív, nettóban, mint ahogy olvastam valamelyik internetes hírportálon, ez egy nagyon-nagyon rossz és téves kommunikáció, nem történik ilyen béremelés, mint ahogy szeptember 1-ével sem történnek ilyen béremelések, hiszen itt azért nem 10%-kal fog emelkedni a bérünk, hanem a tavaly beígért 100%, 40%-ának a 10%-a, tehát ez egy kicsit bonyolult számítás, nem biztos, hogy a nézőt érdekli ez. Hát a pedagógusok meg úgyis tudják, mi meg értjük, hogy nem egészen igen. Így van, mint ahogy van. Menderé László, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jön a híradó, híradóval folytatjuk, és utána az Ökotárs Alapítvány a leghíresebbé váló civil szervezet ügyeivel, ott már rendőrségi ügyészségi eljárás van, van miről beszélgetnünk.